Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim! A gyerekeknek, vagy a legkisebbeknek a figyelmét szeretném kérni, mert szeretnék nektek a délelőtthöz kapcsolódóan egy olyan történet részletet idézni a Bibliából, ami szerintem érdekes lesz nektek, vagy érdekes lehet. Hadd kérdezem meg, hogy ki szokott hegyet mászni? Szoktatok hegyet mászni? Kicsi hegyeket, vagy nagy hegyeket? Voltatok nagy hegyeken is már? Képzeljétek el, egyszer régebben, az én gyerekeim már ezt ismerik, egy bácsi nagyon szeretett vicceskedni, mindig mindenkivel vicces volt, egy ellenőr, aki lejött Budapestről, ez régebben történt, és aztán összefogtak ellene a munkatársai, és azt mondták, hogy na hát, ha ennyire szeret síelni ez a bácsi, akkor megvicceljük. Jöjjön le síelni a Dobozi hegyekbe. Hát ugye, furcsa volt, mikor megérkezett a sífelszereléssel, mert Dobozon nincsenek hegyek. Na, de a Bibliában találunk, Márk evangélium a 9. fejezetében egy olyan gondolatot, hogy Jézus egyszer elment három tanítványával együtt, azt mondja, hogy 6 nap múlva magához vette Pétert, Jakabot és Jánost, már 9. fejezetében a 2. verset olvasom. És felvitte őket csupán magukban egy magas hegyre. Többször olvasunk erről, hogy Jézus volt, hogy maga is elvonult a pusztába, meg ilyen magas hegyekre, és itt is látjuk, hogy 3 tanítványával együtt elment egy magas hegyre, egy nagyon magas hegyre. Miért ment el erre a magas hegyre? Azt olvassuk, itt a történet arról beszél, csak nagyon röviden szeretnék utalni rá. Itt mutatta meg magát nekik. Beszélgetett a mennyből, olyanokkal, akik támogatták őt, segítették őt. Nekünk ilyen például a szombat. Megállunk, ugye? A 7-ből egy ilyen magas hegy, nem? Ilyen lehet. Olyan lehetőség, hogy találkozunk az Istennel. Olyannak látjuk, amilyennek talán hétköznap nem. Olyan áldásokat kaphatunk, amiket hétköznap nem. Olyan, mintha hegyet másznánk. De nem mindenki szeretne szombaton hegyet mászni, ugye? Szerintem lenne, aki morogna, hogy menjünk másnap. De most nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ez a történet arra emlékeztet bennünket, hogy vajon készek vagyunk-e Jézussal megvizsgálni, hogy mit akar nekünk mutatni. Készek vagyunk-e beszélgetni vele. Mert lélekben is, hogy így mondjam, magas hegyeket hódíthatunk meg, ezért imádkozunk, és ezért énekelünk, hogy a Szentlélek tudjon ránk hatással lenni. Még a gyerekekre is. És aztán, amikor elmegyünk kirándulni, én hallottam, hogy voltatok kirándulni a hegyekbe, többen a gyülekezetből, sajnos volt is egy kis baleset, reméljük máskor nem lesz, ugye? Nem tudom, hogy minden gyerek volt? Voltatok Bózsván? Jó volt? Na majd tervezzünk máskor is kirándulást, mert még vannak közelebb is hegyek, csak sajnos a határ másik oldalán. De majd szeretnék, de az nem baj. De majd szeretnénk elmenni ilyen hegyekre, és én azt kívánom, hogy attól függetlenül, hogy nem mászunk olyan sűrűn hegyet, mert itt nincsenek, még Dobozon se, meg Gyulán se sajnos, pedig jó lenne. Ott csak egy domb van. Az nem magas hegy. De jó lenne azt is megmászni akár, igen. Kirándulhatunk, de lelki értelemben, gyerekek, a szombat mindig egy ilyen lehetőség. A szombat mindig annak a lehetősége, hogy Jézussal együtt megvizsgálunk valamit. Olyan, mintha fölmennénk egy hegyre. És én azt kívánom, hogy ti is velünk együtt legyünk ott, és értsük meg, hogy mit is akar ott a mi szívünkben elvégezni. Köszönöm a figyelmeteket, továbbra is figyelhettek, mert ennek a történetnek a folytatását szeretném egy kicsit közelre hozni. Egy kicsit ismerjük a történetet, hogy mi történik, mert Jézus nem viszi föl mindegyik tanítványát, ugye? Azt olvastuk, hogy csak 3-at fit föl, Pétert, Jakabot és Jánost. Mit gondoltak, a többiek örültek neki?
Gyerekek, hadd kérdezzem meg, előfordul, hogy anyu vagy apu különbséget tesz közöttetek? Nem? De jó. Nálunk mindig mondják, hogy de Ádámnak mindig megengeded, de Dorottyának mindig megengeded. Pedig mi úgy gondoljuk, hogy nem. Mert egyformán akarjuk. Mit gondoltok, a többi tanítvány, akik nem mentek fel Jézussal a hegyre, azok mit csináltak lent? Jó kérdés, ugye? Volt egy történet, amit csak így nyomokban mondok el egy-két szóban. Sajnos nem tudtak valakit meggyógyítani. Valaki beteg volt, és egy édesapa hozta a fiát, a tanítványok megpróbálták meggyógyítani, és nem tudták meggyógyítani. Aztán Jézus lejött, és persze meggyógyította, de ott azért elég komoly zűrzavar volt. Ott volt veszekedés, volt versengés, mindenféle dolgok voltak, és aztán Jézus úgy gondolta, hogy el kell vinni őket egy kicsit máshova, mert nem jó ez a lelkület, kicsit beszélgetni kell valamiről, és valamit a szívükre akart helyezni. Egy kicsit azt akarta, hogy a többiek is legyenek a hegyen, de nem azon az igazi hegyen, hanem olyan, mint a mi szombati hegyeink. Jézus beszélt arról, hogy miért jött erre a földre. Itt kapcsolódunk be a történetbe. Márk evangélium a 9. fejezet 30. versétől olvassuk az igét, a 37-ig, és kirajzolódik előttünk egy ilyen felzúdulás, a tanítványok egymással is összehorgoltak, akik lent voltak, irigykedtek azokra, akik fönt voltak, nem értették, hogy mit görcsölnek a lent lévők, és elég komoly probléma volt, ott voltak a tanítók, olyan emberek, akik alig várták, hogy Jézus törbe csalják, és egy hatalmas vita kerekedett. És azt olvassuk, hogy Jézus viszi a tanítványait, és a következőket szólja hozzájuk. Már 9.30-tól olvasom. És onnét kimenvén Galileán mentek át, és nem akarta, hogy valaki megtudja. Csak velük akart lenni, velük akart beszélgetni. Mert tanítja vala a tanítványait, és ezt mondja nekik. Az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt. De ha megölték, harmadnapra feltámad. De ők nem értették e mondást, és féltek őt megkérdezni. És elment Kapernaumba, és odahaza megkérdezi őket. Mifelől vetekedtetek egymással az úton? De ők hallgattak. Mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólítá a 12-t mondanékik. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között az utolsó, és mindeneknek szolgálja. És előfogván egy gyermeket, közéjük állította, és ölébe vette, és ezt mondta nekik. Aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsájtott. Jézus Krisztus haláláról beszélgetni mindig kihívás, nem? Olyan élő módon, eleven módon, mint amikor a tanítványok Jézus halála után olyan búsan, szomorúan mennek a két Emmauszi tanítvány, ugye, azon az úton, és nem értik, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. És aztán jön egy vándor, és elkezd beszélgetni velük. Elkezdi nekik mondani, hogy miért kellett ezeknek megtörténni. Hát nem ismeritek az írásokat. Nem olvassátok Mózest. Most Mózes 5. könyvét tanuljuk hétről hétre. Milyen érdekes, ugye? Milyen jó erről beszélgetni. Még arról is volt szó, hogy lehet, hogy nem is olyan könnyű egy-egy tanulmány. Mert olyan titkok vannak elrejtve, tényleg, mintha hegyre kéne menjünk, ugye? És a tanítványok, ahogy kezdi Jézus kibontani, hogy miért is kellett nőnéki meghalni, akkor azt olvassuk az igében, hogy úgy gerjedezett a szívük. Úgy kezdték megérteni, kezdtek vele azonosulni. Kezdték fölismerni, hogy miért is kellett ennek megtörténnie. Meg kezdett eszükbe jutni, hogy mintha ezt mondta volna már valaki.
Így érünk el a mostani történetünkhöz, nem? Hiszen Jézus többször is beszélt arról, hogy mi fog majd vele történni. De amikor még ezek az igék elhangoznak, amikor tanítani akarja őket, amikor nem akarja, hogy hozzájuk csapódjon nagy tömeg, csak magukban legyenek, csak szépen lassan tudja elmondani, hogy miért is jött ő, akkor azt olvassuk az igében, 32. vers, de ők nem értik e mondást, és féltek megkérdezni. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e olyan, hogy félünk valakitől valamit megkérdezni? Előfordul, ugye? Mi szokott lenni a hátterében? Hát én még nem beszéltem vele soha. Vagy olyan furcsa. Vagy hát egy nőhöz csak nem megyek tán oda, vagy egy férfihez csak úgy, hát még majd gondolnak rólam valamit. És lehetne sorolni, hogy mi minden eszébe jut az embernek, amiért nem merünk valamit megkérdezni. Mit gondoltok Jézustól, miért nem merték megkérdezni? Miért féltek? Jó kérdés, nem? Hát a következők válaszolnak rá, a következő versek, mert ahogy Jézus elindul velük Kapernaumba, visszamegy oda, ahol volt az állomás helyük, és ahonnan ott Galileát különböző utakon bejárták, és meglátogatták a településeket, sőt, még Galileán túl is a távoli településeket is, akkor amikor megérkeztek, 33. vers, odahaza megkérdezte őket, miről beszélgettetek egymással az úton? Én most egy kicsit finomítottam az igét. Miről beszélgettetek? Hát nem múlt el nyomtalanul az a beszélgetés ott lenne a völgyben, amikor Jézus lejött a magas hegyről. A csapatnak egy része ment Jézussal, a másik része ott maradt a völgyben. És ott volt egy nagy vita. És Jézus visszakérdez, hogy vajon értettétek, hogy én miről beszéltem veletek? Értitek, hogy el akartam nektek mondani, hogy miért születtem erre a földre? Ki vagyok én? Ez nekünk is kérdés. Gyerekek, ha ma itt lenne Jézus, szerintetek milyen ruhába jött volna? Nem viccelni akarok, de néha mi tudunk ilyen vitázni, nem? És lehetne sorolni, hogy Jézus melyik sorba ült volna, előre vagy hátra? Vagy Jézus mennyit adakozott volna? Vagy csak 11 órára jött volna, vagy itt lett volna hamarabb egy kicsit? És lehetne olyan, kell erről gondolkodjunk. Kell erről gondolkodjunk, mert ő szeretne beszélgetni velünk. Szeretné, ha lennének gondolataink őróla. Sőt, amikor nem merték őt megkérdezni, aztán hazafele meg olyan bátran folytatták tovább a vitát, akkor megkérdezi, hogy miről beszélgettetek. És akkor azok az emberek, akik olyan bátrak voltak, hallgattak. Nem szóltak egy szót se. Hallgattak, mert valami másról beszélgettek. Ha megkérdezném, hogy idefele az úton miről beszélgettünk, vagy miről SMS-eztünk, Messengeren miről beszélgettünk, fiatalok biztos tudják, lehetne sorolni, ugye? A készülődés közben milyen volt. Nekünk néha vannak rossz indulásaink. Azt gondoljuk, hogy elég korán keltünk, aztán kiderül, hogy mégse. És kevésnek mutatkozik az idő. És biztos mindenki tudja, hogy milyenek néha a szombat reggeli indulások. Hogy mennyi akadály tud előgördülni olyankor. Még akkor is, amikor jól éleg, amikor jól kipihentük, amikor mindent előkészítettünk, akkor is tudnak jönni dolgok, nem? Még amikor az ember egyedül van, és nincsenek gyerekek, akkor is el tudok késni. És az ember néha csak hallgat, mert nem mindig olyan dolgok vannak a gondolatainkban, amit olyan könnyű lenne elmondani Jézusnak. Amit, hogyha leülnénk, ideülne középre, és megkérdezné tőlünk, akkor az embernek összefacsarodna egy kicsit a szíve. Hogy megint nem úgy sikerült.
De igazából a probléma ott van, hogy nagyon máshol jártak. Egészen máshol jártak, mint ahol Jézus szerette volna. Szerette volna megosztani velük, hogy milyen terhet viselni. Milyen terhet viselni 12 emberért. De hát ő nem csak 12 ember, egy nemzetért, egy országért. Most jöttünk, láttam, hogy állították föl a sátrakat. Mindenki ezért az országért most kezd lobogni szívvel, ugye? Különböző típusú, meg feliratú sátrakba. Az egyik ilyen aláírás gyűjt, a másik olyat. Az egyik ilyen menetet tervez, a másik olyat. A harmadik ilyen választást tervez. Mindenki szét akarja szedni az embereket, nem? Milyen hálásak lehetünk, hogy mi egy másik, egy ennél sokkal magasabb rendű kapcsolódási formáért dobokhat a szívünk. Milyen jó, hogy nekünk nem ilyesmikkel kell foglalkozzunk. Milyen jó, hogy könyöröghetünk a hatalmasságokért. Milyen jó, hogy itt a gyülekezetnek nem kell szétszakadni, nem? Sokkal magasabb szövetség köt bennünket össze, ami nem is csak szövetség, hanem jelen való igazság, nem? Ez a cím a negyedéves tanulmányunknak. És aztán hétről hétre beszélgetünk itt a szövetségnek a különböző mélységeiről. Mennyi minden köt össze bennünket? Mennyi minden köti össze a gyülekezetben a korosztályokat, az időseket a fiatalokkal? Mert itt biztos, hogy nincsenek ilyen törésvonalak, hogy legalábbis nagyon reménykedem, hogy itt ilyen nem nagyon fordul elő. De sajnos az Ószövetségben azzal zárul, ugye, az igei gondolat, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz. Ugye? Hány törésvonal van egy országban sokszor? Hány törésvonalat tud az ördög közénk tenni? Hányszor vagyunk szövetséges helyzetben a Jóistennel, és aztán jövünk az úrvacsorakor? Hányszor vagyunk a gyerekeinkkel, vagy a férjünkkel, feleségünkkel bajban, és rendezni kell néha ezt is, meg azt is? Szegény tanítványok ott voltak Jézus mellett, és egészen mást gondoltak róla. Máskor szerették volna királlyá kiáltani, emlékeztek rá? Jézusnak erőszakkal kellett őket a csónakba bele tuszkolni, hogy menjenek már el innen, mert az egész tömeget fölbújtották. Milyen király volt Jézus? Hogyan ülne most itt? Miről beszélgetne? Mit akarna szívünkre helyezni? Mit akarna megmutatni, ahogy ott Péternek, Jakabnak és Jánosnak? Milyennek látnánk őt? Mert kulcskérdés, hogy amikor innen elmegyünk, amikor lejövünk a hegyről, amikor véget ér egy szombat, vajon miről fogunk beszélni az emberekkel? Milyen istenkép van ott bennünk? A tanítványok, amikor Jézus megkérdezi őket, hogy miről beszélgetetek, akkor hallgatnak. Nem tudom, hogy talán többen voltatok itt már szombatiskola tanítók. Itt én úgy tapasztaltam, hogy a szombatiskola tanító nincs nehéz helyzetben, mert mindig van felszólaló. De voltatok már olyan helyzetben, amikor nem nagyon akartak felszólalni a testvérek? Beszélgetni kellett, és hallgatunk. Úgy kell megtörni néha a csendet. Előfordul, nem olyan könnyű itt lenni akkor, ugye? Nem olyan könnyű összeszedni a gondolatainkat, és elmondani, ami eszünkbe jut egy témáról. Hát még hogyha egy 5 perces igehirdetést kellene tartani. Tartott már mindenki igehirdetést? Hát kár. Jó lenne. Jó lenne. Még a gyerekek is tudnának beszélni, lennének biztos tapasztalataik. Csak 5 percig álljon itt valaki, másként fog jönni a jövő héten gyülekezetbe, garantálom. És lehetne. Készüljünk, mert amikor találkozunk valakivel, beszélgetünk valakivel, az olyan, mint egy igehirdetés, ugye? És bizonyos helyzetekben inkább hallgatunk. Mint a tanítványok. De térjünk csak vissza a történethez. Jézus nem azt mondja, hogy miért hallgattok, nem. Miért veszekedtetek az úton? Miről veszekedtetek? Én pont a legfontosabb dologról akartam beszélni veletek. A küldetésetekről. Hogy mit akarok a szívetekre helyezni? Mi lesz, amikor majd én nem leszek? Hogy fogtok az én kereszthalálomról megemlékezni?
Hogy fogtok az emberek elé megállni majd? És aztán bele kell menni ebbe a nehéz beszélgetésbe. Nem, vannak helyzetek, amikor vannak családi beszélgetések, amiket nem tudunk megúszni, ugye? Van, amiről muszáj beszélni, a gyerekekkel is. Van, amit nem tudunk. Ő is ott akkor muszáj volt beszélgetnie arról, hogy mi is választotta el őket tőle. Mi volt az a probléma? Oda szólította a 12-t, és mondta nekik, 35. vers, ha valaki első akar lenni. Lukácsnál úgy fogalmaz, ha valaki nagy akar lenni. És aztán megfordítja, ha valaki igazán nagy akar lenni, azaz kicsi. Milyen Isten kép volt a tanítványokban, ott a szívük mélyén, a lelkük mélyén? Hogy gondolkoztak a zsidók? Hát király, mondjuk még jelzőket. Gyerekek, az Jóisten kicsi vagy nagy? Hát nyilván nagy, nem? De mennyire nagy? Hát nagyon nagy. Meg tud gyógyítani mindenkit, fel tudod támasztani, nem is nagyon tudtak mit kezdeni vele ott a zsidók sem, ugye? Olyan nagy, hogy élet és halál ura. Tanítványoknak ez szimpatikus volt? De még mennyire? Annyira szimpatikus volt, hogy még a rómaiak fölött is úgy gondolták, hogy nagyobb. Persze, hogy nagyobb. Csak nem értették meg mégiscsak az ő eljövetelének a célját. Nem értették meg, hogy hogy van dobozon mégis hegy. Hogy hogy lehetünk úgy hegyen a Jóistennel, hogy síkságon vagyunk. Hogy hogy lehet áldás a szombat? Hogy hogy érthetjük meg a természetes érzéseink ellenére, hogy miért is jött ő erre a földre? Ez a mi nagy dilemmánk. Mert egy szombat hamar véget ér. Egy Isten tisztelet hamar véget ér. Nem is tudjuk, hogy nem is tudja senki, hogy mi miről beszélgettünk idefele, miről gondolkodtunk, éppen mi van a telefonunkon, hogy mit olvasunk, gyerekek is rajzolnak, én látom, hogy figyelnek azért, ide figyelnek, tehát, és a felnőtteknek is mi jár a gondolatainkban. De a Jóisten tudja. Nem. Nem embereket jöttünk hallgatni, és ő oda vesz egy gyereket, oda veszi az ölébe, és azt mondja, hogy na hát akkor nézzük csak, hogy ki is vagyok én. Mert az igazi kérdés az ez. Én ezért születtem erre a földre. Tudunk-e mit kezdeni azzal a kérdéssel, hogy a mindenható Isten elküldött egy olyan fiút, aki megszületett csecsemőnek? Tudunk-e mit kezdeni vele, hogy őt meg lehetett sebezni, meg lehetett bántani, végül megölték, megszégyenítették? Tudunk-e mit kezdeni egy olyan istenképpel, aki szolga? Hogy megbotránkozott Péter, amikor Jézus egyszer csak leveszi a felső ruháját, letérdel, és elkezdi mosni a lábát. Mit mondott Péter? Minden negyedében halljuk, ugye? Az én lábamat nem mosod meg soha. Miért? Mert átérezte, hogy nem lehet, hogy az Isten szolga legyen. Nem lehet, hogy az Isten ilyen kicsi legyen. Nem lehet, hogy ennyire megalázza magát. Tudunk-e mit kezdeni ilyen értelemben ezzel a fajta kicsinységgel? Ott van az ember szívében a vágy, mint a tanítványoknak, hogy majd Jézus mellett milyen posztokat fognak betölteni, nem? Erről beszélgetnek, hogy ki a nagyobb? Az a három, hát ha már egyszer ezt a hármat viszi mindig, de ott majd alatta, hogyan fogunk majd mi sorolni? És ott van az ember lelkében olyan mélyen, hogy én különb legyek a másiknál. És nem értjük meg, nem tudjuk fölfogni, hogy milyen egy másfajta istenkép. Mert olyan mélyen ott van bennünk ez a fajta uralkodási vágy. Szegény zsidók ott voltak 1000 hány száz éven keresztül.
Milyen szomorúan kellett Jézusnak sírni Jeruzsálem fölött. Hányszor akartalak egybegyűjteni? Ugye emlékeztek rá? Mint a tyúk az ő kis csibét. Mit meg nem tettem meg ezért a nemzetért? Mit kellett volna még tennem? Mi az, amit nem tettem meg? Mit tesz az Isten értünk egy életen át? Mit tesz az advent néppel? Mit tesz azokért, akik itt vagyunk? Milyen jó volt beszélgetni a szövetségről, ugye? Hogy nem a mi különlegességünk szerint, nem a mi hűségünk szerint kegyelmes az Isten. Milyen jó a hitnek a szövetségét vizsgálni, ahogyan Ábrahámról mondja, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és tulajdonítatik neki igazságul. Milyen jó, hogy az Isten ismeri a szívünket. És ez alapján ítél bennünket. Milyen jó, hogy nem a cselekedeteink alapján. Az alapján mi nem lennénk senkik, nem? Milyen jó, hogy ezt tanulhatjuk. De hogyha ez evangélium, ha erről nekünk beszélni kell, akkor oda kell üljünk a tanítványok mellé. Meg kell nézzük, ahogy beszél önmagáról. Tudtok-e mit kezdeni azzal, amikor én szolga vagyok? Tudtok-e mit kezdeni azzal, amikor én kicsi vagyok? Emlékeztek, amikor Jézusnak odavágták még felnőtt korában is, hogy mi nem egy olyan családból születtünk. Nem akarok akármilyen szavakat használni. Nem olyan családba születtünk, mint te. Nálunk? Jönnek oda a testvérek, hívjuk össze a bizottságot. És jogos is lenne. Nem? Nem voltak hajlandók elfogadni az Isten igéjéből, hogy majd ki lesz az a csillag, hogy csillag származik Jákobból. Nem voltak hajlandók elfogadni, mert mindennel ellenkezett, ami az ő képükben ott volt az Istenről. Ők egy nagy Istenről ábrándoztak. Arról ott volt a szívükben, hogy bárcsak ezt a császát megalázhatnánk. Bárcsak ők szolgálnának nekünk. Bárcsak mi lennénk az urak. Bárcsak ne kéne nekik adót fizetni. Vagy ne annyit kéne fizetni. Mi lenne, ha egyszer én lennék az úr? Ugye? Ha egyszer a bennünket megillető helyre kerülhetnénk, és végre elhinnék, vagy felismernék mások is a gyülekezetben, hogy mennyit is érek én. Ez egy olyan kérdés, testvéreim, amit nem lehet megkerülni. Ott van bennünk, túl mélyen ott van bennünk az, hogy vágyunk valahova, bennünket megillető helyre. És nem tudunk mit kezdeni, amikor Jézus beszél arról, hogy de ő mit tett. Hogy gazdag lévén, hogy olvassuk az igében, szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Milyen hegyekre vágyunk? Milyen magaslatokat akarunk elérni ezen a földön? Kulcskérdés ez. Mert nem lehet Jézus mellett úgy menni, hogy állandóan vetekedünk, vagy hogy nekünk máshol van a szívünk. A tanítványoknak máshol volt még a szíve, nem? Másba reménykedtek. Más után sóvárogtak. Más Isten volt az ő gondolatukban. És mi, akik idejövünk, akik szintén felnyitjuk az igét, akik tanítványok vagyunk, akik kutatjuk őt, akik engedjük, hogy oda gyűjtsön bennünket maga köré, és vizsgáljuk az igét, vajon mi mit teszünk, ha szól hozzánk? Mit teszünk, amikor különbséget tesz tanítvány és tanítvány között? Az egyiket fölviszi a hegyre, a másikat nem. Az egyik bizottsági tag lesz, a másik nem. Az egyiknek ilyen így látja a dolgot, a másik amúgy látja a dolgot. Hogyan oldjuk meg a mi felső ruhánkat? Hogy teljesedik az a profécia, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal, mert készek vagyunk a szövetséget nem csak intellektuális módon megélni. Ismertek azt a szót, ilyen csúnya idegen szó, hogy individualista? Mit jelent az individualizmus? Amikor magamra gondolok, ugye? Annyira magamra gondolok, hogy nem is érdekel, hogy a mellettem lévővel mi történik. Individualisták vagyunk.
Az a társadalom, ami körülvesz bennünket, az erre épül, az individuumra, ugye? Az egyszeri, megismételhetetlen. Szinte már Isten. A fiatalok az iskolában. Mindenkinek van egy stílusa, nem? Vannak csoportok az iskolában, akik megkülönböztetik magukat az öltözködésükben, akiknek a hajviseletük más, stb. Ugye? Individuum akar lenni már egy gyerek is. Egy ilyen társadalom vesz bennünket körül. De vajon ki az az Isten, akit nekünk ebben a társadalomban be kell mutassunk? Tudunk-e mit kezdeni, amikor ő szolgaként közelít majd hozzánk? Összehoz-e bennünket, gyerekeket a fiatalokkal, idősebbeket a fiatalabbakkal? Mert nem akarja az Isten, hogy hallgassunk előtte. És a Jóisten ebben legyen kegyelmes. Segítsen közel hozni hozzánk ezeken a történeteken keresztül, hogy ő az, aki oda jön hozzánk, aki megoldja a felső ruháját. Nem csak egy úrvacsorán, nem? Ezekben a történetekben pont ez a különleges, hogy oda jön, közel jön, rávilágít a szívünkre. Bevilágít, mint egy nagy zseblámpával. Hogy mit őrizgetsz még mindig? Mi az, amit még mindig meg akarsz tartani magadnak? Miért haragszol a te atyád fiádra? És lehetne sorolni, ugye? Hogy mi mindent tud ő, hogy mi történik ott mögötte, amikor megyünk. Mert ő tudja. A Jóisten legyen kegyelmes, hogy ezek az igék szóljanak hozzánk. Elevenedjenek meg. Legyen olyan, mint amikor felmegyünk egy hegyre, és kisüt a nap. Voltatok már olyan magas hegyen, hogy láttuk magunk alatt a felhőket? Milyen szép az, ugye, ahogy süt a nap a felhők fölött. Úgy ragyog föl az Isten igéjének, úgy ragyog föl Jézus Krisztusnak a szolgálata az igén keresztül. Ahogy vizsgáljuk a szombatiskolát, milyen jó lenne, ha kétszer, háromszor annyian lehetnénk. Vagy mint a múlt héten, ugye? Vagy még többen, amikor erről beszélgetünk. Milyen jó lenne, hogyha a gyerekek is úgy figyelnének. Milyen jó lenne, hogyha ahogy Jézus odavette a gyerekeket, úgy középre, mert ott is ott voltak. A Jóisten ebben adjon nekünk kegyelmet, hogy tudjunk róla beszélni. Ő tudja, hogy mi történik, amikor a háta mögött vagyunk, amikor véget ér a szombat és kezdődik az új hét. De ő elővesz néha bennünket, hogy csak magunk legyünk, és beszélgessünk vele. A Jóisten adja, hogy majd a imádságos alkalmainkon, amikor csak ő lesz majd velünk, akkor ezek az igék megszólaljanak. Hogy formálja a mi Isten képünket, amikor találkozunk szükségben lévő emberekkel. Most olvastam már, nem is hoztam, mert tudtam, hogy nem lesz rá idő. Ma reggel olvastam a Jézus Élete című könyvből, meg is találtam egy nagyon érdekes részt. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus többet gyógyított, több jót tett, mint prédikált. Tudtok ezzel mit kezdeni? Tudunk ezzel mit kezdeni? Hogy több jót tett, mint prédikált. Gyógyított, észrevett dolgokat, stb. És tudjátok, mi lett a vége? Meggyűlölték érte. Meggyűlölték érte. Többek között pont ez volt az oka, amiért keresztre vitték. Azt mondták, hogy ördög van benned, ne? Ellen White testvérünk, és ezzel fejezem be, azt írja egy gondolatában, a kereszténység melletti legnagyobb érv egy szerető és egy szeretetre méltó ember. Vagy mondhatnám úgy, hogy gyülekezet. Egy szerető és egy szeretetre méltó. De mit gondoltok? Jézusnál volt szeretetre méltóbb lény ezen a földön? A világosság a sötétségbe jött, és a sötétség vajon befogadta azt? A Jóisten adja, hogy mi befogadjuk őt. Szóljon hozzánk, nyíljon meg előttünk az ő igéje. Járjunk a magaslatokon. Nyíljon meg előttünk a felhők, azok, amik eltakarják a napot. Hogy ezek az igék formálják a mi Isten képünket. Hogy nehogy egy olyan valami lebegjen a szemünk előtt, hogy a hétköznapokon valami másért dobog a szívünk.
esetleg még össze is tudunk vészni miatta egymással. Hogy nehogy ilyenek legyünk ott Jézus mögött. Mert előfordulhat. Segítsen ebben mindannyiunkat, hogy tudjuk őt befogadni. Állítsuk őt szombaton is, hétről hétre, napról napra, oda középre. És leplezze le, mutassa meg azokat, amiket le kell tegyünk, amiket ott kell hagyjunk az ő színe előtt. A Jóisten segítsen, hogy ezt még a gyerekek is értsék. És mi is értsük, hogy mint gyülekezet is hétről hétre őt tudjuk majd bemutatni az embereknek. A Jóisten ebben legyen mindannyiunk segítségére. Amen.